A panel elhalad, a robot mozgatja a panelt egy ilyen ónszökőkút fölött. Ez történik ebben a berendezésben a munka folyamat során, magyaráz az egyik pécsi elektronikai cég munkatársa a fiataloknak. A helyi iparkamara nyári táborának résztvevői ezzel az iparterületen ismerkedtek a turnus utolsó napján. Dallos Emese Komlóról érkezett 12 éves. Azt mondja, több ágazatot megismerhettek a táborban egy hét alatt a gyógyszeripartól az elektronikáig. Még nem tudom, hogy mi akarok lenni, novemberben leszek 12. Nekem a gyógyszerészet nagyon tetszett, sok izgalmas dolgot csináltunk, meg most ez is tetszik, ez az elektronika. Miért? Mert az elektronika érdekel nagyon, meg az informatika. A cégnél többféle feladatot végeznek, ezekben láthattak bele az általános iskolások. Mi alapvetően az Elektronika Kft-nél elektronika gyártás fejlesztéssel foglalkozunk. Ugye mi a gyenge áramú szakterületnek vagyunk a, úgymond a felelősei, és ezzel is foglalkozunk. Különböző ipari elektronikák, vezérléseket láthatnak itt a jövőbeli kollégáink, lehetőség szerint, ugye most még remélhetőleg fiatalok, de majd biztosan meglátják ezt a lehetőséget, amit itt az Elektronika Kft belül mi biztosítani tudunk. Már az érzékenyítésnél azt gondolom ebben az időszakban meg kell kezdeni, tehát ahogy az előbb is említettem, fontos számunkra az, hogy a fiatalok már most meglássák azt, hogy milyen lehetőségek rejlenek az elektronikai szakmában, akár a gyártás területén, akár esetleg a szoftverfejlesztés területén. Ez egy eléggé komplex szakmaterület, és ennek megfelelően várjuk is a fiatalokat, hogy ráhangolódjanak erre a szakirányra már. Alapvetően az elektronikai gyártásban fontos az elektronikai műszerész szakterület. Nyilván, hogyha a feljebb megyünk szakterületet tekintve, akkor mondjuk a gyártástechnológusok, azok kifejezetten keresett szakemberek a mi irányunkból is, és nyilván, hogyha tovább fokozzuk ezt a tudást, akkor a villamosmérnökök, informatikusok, gépészmérnökök, hallgatókat, illetve leendő kollégákat szívesen foglalkoztatunk, illetve fogadunk itt a vállalatnál. Én azt gondolom, hogy aki el szeretne helyezkedni ezen a szakterületen, és mondjuk villamosmérnökként vagy informatikusként tanul tovább, az egészen biztosan számíthat magas fizetésre és alapvetően megfelelő elhelyezkedésre. Szívesen fogadják a fiatalokat a cégnél, hiszen a jövő munkatársai lehetnek ők, akikre szükségük van a működéshez, fejlődéshez. A fiatalok a szakmatanuláson keresztül is eljuthatnak ma már a mérnöki szintig. Erre van lehetőségük. Ezért fontos megmutatni még a pályaválasztás előtt a lehetőségeket, mondja az iparkamara munkatársa. Ma az elektronikához jöttünk el, ahol elektronika, elektrotechnikával foglalkoznak a gyerekek, és valós gazdasági környezetben fogják megismerni ezt az ágazatot, és nem csak céglátogatáson mennek körbe az üzemben, hanem egy ajándékot is visznek magukkal, ez a újrahasznosított hulladék, vagy a termelésben keletkezett hulladék anyagból egy kazú hangszert fognak készíteni. És ezzel egy kis alapanyaghoz is hozzájutnak, a termelésnek a folyamatát is belelátnak, úgyhogy így kézzelfogható élményt fognak hazavinni az elektronikától. Ez a henger alakú hangszer, amit a gyerekekkel együtt készítettek a dolgozók. A helyi iparkamara nyári táborának első turnusa zárult az elektronikai cégnél tett látogatással június végén.